Szevasztok! Üdvözlet mindenkinek! November van! Megint eltelik egy újabb év. Lassan 2021. December 31. Január 1-én értek 2021. Kíváncsi vagyok, mit hoz a 2021-es év. Mi fog történni? Mit lesznek az új felkapott dalok? Lesznek-e új előadók? Milyen filmek lesznek? Mostanában filmezni szoktam, úgyhogy most ez a karanténosdi, meg a vírus, ez nem egy jó dolog. De hát sajnos ilyen is van. Most, ahogy nézegetek filmeket, horror filmeket is nekiállok nézni. Most már úgy döntöttem, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy milyenek a horror filmek. Régebben egyet-kettőt láttam, megnéztem, de aztán úgy voltam, hogy nem érdekel. De most kíváncsi vagyok, hogy milyen komoly horror filmek vannak. Ez a jó, hogyha valamire kíváncsi vagyok, akkor utána nézel, megkeresem és megnézem. Sokkal jobb előbb megnéznem, és úgy ítélkeznem, úgy alkotnom véleményt róla, mint hogyha nem nézek még egy horrorfilmet, és egyből már alkotnom véleményt. Tehát láttam egy-kettőt, úgyhogy azt tudom mondani, hogy azok annyira nem jöttek be. Tehát nekem valahogy így, nem a szívem csücske, nem az én világom a horrorfilm, inkább az ilyen akciófilmeket, vagy vígjátékok, ilyen vicces, vagy kis verekedős, kis bunyós, kis lövöldözős filmek jönnek be, Steven Seagal, Sylvester Stallone, John Travolta-nak vannak jó filmjei. Úgyhogy, ja. De mindenbe bele kell kóstolni. Tehát mindent meg kell próbálni is. Nem is erőltetni kell, hanem bele kell vinni egy kis újdonságot ebbe az egészbe. Jó, mondjuk azért milyen jó lenne tényleg saját filmet forgatni. Jó, mondjuk hát ahhoz nagy költségvetés kellene. Hát, de ilyen kisebb ilyen videófilmeket lehet csinálni, ilyen vicces szórakoztatók. Volt is egy ilyen videó, amit megcsináltunk, csak aztán nem lett folytatása. Nem tudom, hogy lesz a folytatása, azt szerintem nem. Ezzel le is zárult az egész. Néha csak így elmélázgatok, elgondolkodom, hogy bocsánat, ha nem szóltam egy pár másodpercig. Vagy egy pillanatnyi ideig, mert nem tudom, ilyenkor nem tudom mit mondjak, és nem akarok itt feleslegesen időt pazarolni, mert nem mindenki foglalkozik az én véleményemmel, de igazából nem is érdekel. Tehát mindenkinek a saját véleménye legyen a fontos. Az, hogy én mit mondok, vagy egyetért vele, vagy nem, az engem nem érdekel, hogy ki az, aki nem szimpatizál velem. Az elmúlt évek során nem tudott meghatni ez a dolog, most se hagyom, úgyhogy nem tud érdekelni, különösen nem foglalkozom vele. Úgyhogy ja, ennyire egyszerű ez az egész. Itt nyugalomban csend van, azért szeretek ilyen helyre járni, mert itt nyugodtság van, nincs stressz, nincs idegeskedés, nyugodtan el tudok lenni. Amikor nem videózom, akkor is el szoktam ide jönni. Mostanában ritkán jövök el ide, de most eljöttem, most csak a videózás kedvéért jöttem el, de amúgy tök chill-es, értek, tök jó, hogy jó idő van, falevelek, jöttem nézni, hogy gyerekek, megváltozik a természet ilyenkor, az emberek is megváltoznak, úgyhogy ennyi. Ez a jó benne a négy évszakban, hogy minden évszaknak megvan a maga különlegessége, különleges szépsége. És van üzenete az ősznek, a tavasznak, a télnek, a nyárnak. Minden hónapnak van valami mondani valója vagy üzenete. Tehát lehet a január, a február, a március, az április, a május, a június, a június, az augusztus, szeptember, október, minden hónap rejt valami. Tehát nem tudhatom előre, hogy mi lesz holnap. Ma van, aztán, hogy mi lesz holnap, az kitérvetem. Mi volt tegnap? Az már történelem. Ennyire egyszerű. Jaj, gyerekek, nézegettem így a régebbi videóimat, a két évvel ezelőttieket, és így meglepődtem rajta, hogy mennyi idő elment, és milyen hamar megint
elmúlt egy újabb év. 2019-es év. Az a nyár az jó volt, rengeteg videót készítettem meg, úgy amikor nem videóztam, akkor is rengeteg minden történt velem. Pozitív jellegű dolgok, tehát negatív dolgok most már az évek során nem nagyon értek. Hála a jó Istennek, hogy nem nagyon, de igen, egy valami rossz dolog történt, az egyik igen jó barátom, cimborám sajnos körülbelül 2 hónapja meghalt szegény, úgyhogy őt nagyon sajnáltam, hogy elment, rengeteget beszélgettünk együtt, rengeteget nevettünk együtt, és nagyon sajnálom, hogy kedves Robi, barátunk, barátom, mert rengetegen ismerték, rengetegen szerették, sajnos már nincs az élők sorában. Nyugodj békében, kedves Robi. Remélem, hogy majd találkozunk, és együtt nevetünk, és együtt bulizunk, és viccelődünk, és mesélsz rengeteg mindent. Az a helyzet, hogy ilyenkor az ember mindig átértékeli az életét, és elgondolkodik, hogy vajon meddig tart a mi életünk is. De élünk, úgyhogy bármikor jöhet bármi. Nem kell ezzel foglalkozni, most ezen stresszelni. Nem érdemes. Ha én meghalok, nem fog érdekelni senki. Max a családot, persze azt fogja érdekelni. Nagyon sokszor foglalkoztat a halál, hogy mi lesz, ha. Meg néha így beparáztam ezt az egészet, hogy nem akarok meghalni, nem akarok meghalni, nem akarok meghalni. Aztán úgy vagyok vele, hogy jön, tehát azt én nem szabályozhatom, nem mondhatom azt, hogy na most akkor én nem fogok. Mert bármikor. Nem tudhatom, hogy mikor. Tehát honnan tudjuk, hogy mikor. Valamikor elkezdődik az élet és véget is ér. De hát ez nem lehet szabályozni. Nem lehet megnyomni a gombot, hogy most akkor stopp, azt akkor senki. Bárcsak így volna az élet, hogy örökké élhetnénk, és még annál is tovább. És még a dinoszauruszok is élnének. Hát azért ez így milyen komoly lenne, hogy itt a dinoszauruszok, meg mindenféle húsevő történetek itt mászkálnának. Jó, mondjuk felfalnának, az biztos, tehát 100%. De azt nézem, hogy mindenki sétál. Én meg itt ülök. Ezt videózok. Nem foglalkozok vele, nem, szeretem én is ezt a természetet, nyugodtság van, lazaság van, sétálgatni is jó. Nem mindig gondolkodom mindenem, úgyhogy ez ilyen. Az apró dolgoknak is lehet örülni, tehát nem kell mindig a nagynak örülni, hogy nekem most luxusházam legyen, gazdag legyen, hogy te legyek pénzzel. Szegény ember a legboldogabb. Szegény ember a legboldogabb. Mert azt az apró picikét is odaadja bárki. Megosztod még a kis falat kenyeredet is. Az, hogy valaki gazdag, az meg mulandó dolog. Tehát most erre rátérhetünk megint a halál dologra, hogy lehetsz gazdag, vagy bárki, de ha meghalnak az emberek, akkor oda már nem viszik azt a rengeteg milliót, meg a rengeteg pénzt, meg a luxus villát, meg a luxus kocsikat. Ezek ilyen, tudod, külső dolgok. Tehát ezek ilyen kis külső dolgok, amivel nagyzolni lehet, hogy most neked bundád van, neked karórád van, neked sok pénzed van, nagyon jó munkahelyen dolgozol, tök király, mert üzletvezető vagy, cégvezető vagy, csak vagy becsődöl, vagy bejut a trak, vagy bármi trak lehet. Tehát, hogy az, hogy másokat provokálni azzal, hogy neked mennyid van, meg nagyzolni vele, hogy te vagy valaki, az hosszú távon nem egy kifizetődő. Nem hiszem, hogy annak van értelme. Jaj, gyerekek! Hihetetlen, hogy ennyi minden van ebben a világban. Épp azon gondolkodtam mostanában, hogy csinálgatok rapzenéket. Most a rapzene az más, tehát jó, oké, tudom, hogy olyan rappernek kéne lennem, aki milliós nézettséget, hogy foglalkozzon kéne vele jobban. Én így, nekem ez itt tök jó, elszórakoztatom magam megint. Kiadom magamból azt, ami bennem van, amit amúgy videókban nem igen szoktam tenni, hogy most őszintén beszélek a dolgokról, hanem inkább megpróbálom elreppelgetni, elszövegelgetni a dolgokat, ami sért vagy bánt. Az én életem az olyan, amilyen. Tehát az, hogy az én életem milyen volt a gyerekkorom, mit éltem át, az rengeteg videóban elmeséltem már, de nem szégyellem saját magamat. Miért kéne szégyellem az életemet?
szégyelje magát az, akinek szégyen az, hogy én milyen életet élek, vagy hogy élek, vagy hogy mit csinálok. Tehát én, valakit zavar az, hogy én itt ülök és videózom az idején, és akkor itt tudom, hogy kikapcsolja a felvételt, és azt mondja, hogy nem akarom látni ezt a videót a neten, nem vagyok rá kíváncsi, de és akkor kérdezem, hogy figyelj már, hát miért zavar téged? Tehát nem szerepelsz benne, nem rólad beszélek, meg se említelek, nevet sem mondok benne, benne se vagy. Vagy ha benne vagy, akkor alapon letörni az ember, mert azt mondja, hogy nem rakja ki. Tehát direkt azért videózom úgy, hogy egyedül vagyok, hogy nincs mögöttem nagyon ember, hogy ne legyenek ebből sértődések. Mert azért mégiscsak úgy jobb videózni, hogyha egyedül vagyok, és így nem zavarnak meg a gondolkodásban és abban, amit mondani akarok. Videózom, nagyon jól el vagyok, úgyhogy a kommentben nyugodtan írjatok róla véleményeket, tessék nyugodtan profilokat csinálni, és akkor fogalmazzátok meg a rólam alkotott véleményeteket. Nagyon hosszút írhattok, nyugodtan írjatok, és akkor el fogom olvasni. Betszó, szívemre tettem a kezemet, megígérem, hogy el fogom olvasni. És ennyi. Tehát én nagyon sokszor úgy vagyok vele, hogy nem akarok azzal foglalkozni, hogy milyen véleménnyel vannak rólam, de mégiscsak kíváncsinak kell lenned, vagy mégis érdekel mindenkit az, hogy mit gondol a negatív rész, vagy mit gondol a pozitív rész, hogy miért szeretik a videómat, vagy miért nem, tehát hogy mi a hiba ebben az egészben. Értem, hogy luxus cuccoknak kellene lennie, meg ilyen kamerának, meg ilyen sportkocsinak, de ez nem én lennék, tehát ez csak egy szerep lenne, hogyha én gazdagon itt játszanám az anyamat, mert akkor meg azért utálnának, mert gazdag vagyok. Szegényként is vannak problémák, de ez van. Ilyen az élet. Nem? Mit kell azzal foglalkozni, hogy kiek, milyen van? Jaj, gyerekek! 2017-ben kezdtem el a videózást, és tökre örültem neki, hogy elkezdtem. És mindig átgondolom, hogy milyen jó, hogy videózom. Mert nem is gondoltam volna az előtt, hogy én egyáltalán videózni fogok, vagy hogy egyáltalán fogok egy ilyennel foglalkozni. 2017 nyara előtt jóval nem is tudtam, hogy a YouTube-on lehet videót feltölteni. Azt tudtam, hogy zenéket lehetett feltölteni, azokat mindig töltöttem fel. Mindig rappelgettem, tehát nagyon régóta rappelek, hogy nagyon régóta töltök fel zenéket, még voltak kihagyások is, de mint videót nem készítettem soha. Valahogy nem is tudtam volna, meg senki nem mondta, hogy figyelj már, videózzál már egyet. Valahogy így rájöttem, hogy kellene videóznom. Herbit néztem akkor. Ja, a Herbie videóját láttam akkor egyszer, amikor arról volt, hogy letörölte magát, onnantól kezdve kezdtem el követni. 2017 nyara környékén találtam a videójára, és valahogy úgy voltam vele, hogy akkor most megpróbálom én is azt, hogy videózom, és kíváncsi vagyok erre az egészre. De tök jól érzem magam, nem vágyom nagy nézettségekre, nem vágyom elismerő szavakra, nem vágyom arra, hogy most mindenki velem akarjon videózni, vagy hogy valaki engem kibeszéljen egy videójában, vagy azt mondja, hogy most én rossz ember vagyok, mindenkinek van véleménye, nekem is van véleményem mindenről. Tehát beszélhetünk a politikáról, a szerelemről, a hazugságokról, a családi problémákról. Tehát nekem van egy véleményem ezekről a dolgokról, nektek is van véleményetek, meg mindenki másnak van véleménye. Úgyhogy vitatkozhatnék én bárkivel azzal, hogy nekem van igazam, vagy neki van igaza. Mind a kettőnknek van igaza. Vagy egyetértünk egymással, vagy nem, nem? Ez lenne a logikus, és ezen kéne elgondolkodni az embereknek, hogy látok ott egy embert, és nem tetszik, ahogy kinéz, és most akkor be fogok neki szólni, oda megyek és kötözködök. Miért kötnénk vele bárkivel? Vagy ott van az a szoborcsoport, nem tetszik, hogy szürke, meg el van kopva, ezért most fogok kiírni a nem tudom kinek, és szívni fogom a szobort, hogy miért nem újítják föl, meg milyen rusna. Nem? Nem zavar? Tök gyönyörű, jó, hogy itt van, jó érzés nézni, és jó érzés itt lenni, értem, most itt komolyan, mit foglalkozzak mással, hogy mit csinál. Most itt sétálgatnak az emberek, most menjek oda, mondjam neki, hogy figyelj, ne sétálgass, mert zavar engem, hogy itt sétálsz. Mindenki büdöset szarik amúgy. Ugyanolyan büdöset szarunk, mint a másik ember. Igaz, hogy nem ugyanazokat az ételeket esszük, mert vannak, akik vegetáriánusok, mint például én is az vagyok. A vegetáriánus ez meg
Nem bűn. Valaki szereti a húst. Az meg csak húst eszik hússal. És sokoldalúak vagyunk, sok rétegűek, mint a WC papír. És különbözőek is, de vannak egyenlőségek is. Magyar emberek vagyunk, itt élünk, a nagyvilágban is történnek dolgok, olyan dolgok történnek, amiket, hogyha a híradóban nem mondanának be, vagy nem beszélnének róla, akkor nem is tudnánk róla. Lehet, hogy azt gondolnánk, hogy nem is létezik az a föld. De mondjuk Magyarországról nem mindenki tud. Nem mindenki tudja, hogy Magyarország létezik-e. Lehet, hogy valahol soha nem hallották azt, hogy Magyarország. Lehet, hogy valaki soha nem járt itt. Lehet, hogy járt itt valaki, de aztán ennyi. Többet nem jött ide, mert lehet, hogy nem tetszett neki. Jó, persze Budapesten rengeteg érdekes hely van, meg szép helyek vannak, meg szép várok, meg minden. Régebben úgy voltam vele, hogy elmegyek Pest és körülnézek. Most már nem akarok elmenni, mert nem érdekel. Régebben érdekel sok minden, sok helyre el akartam menni, de most már én lenyugodtam, szépen nyugodtan higgadtam, igyom a kis életemet. Feleslegesen nem stresszelgetek, nem idegeskedünk. Én így jól elvedek. Úgyhogy ennyi. Videózom, néha repelgetek, de hát az most nem egybe említhető a videózással, a kettő ne legyen egybe említve, hanem legyen az, hogy videó, az Rio Official, a rap rész az még Rio MC. Tehát egy, kettő, 3, 4, 5, 6, 8. Nos, ez a kettő nem lehet. Egy lapon említve, ne is legyen. Na jól van, nem tudom. Most így tök. Nem a süt a nap, felhúztam ezt a vastag fősőt, hogy jaj, milyen jó idő van, de aztán itt ülve egyre hidegebb lesz. Hát jó van. Lassan itt a tél, lassan itt a karácsony. Szeretet ünnepe, összeülnek az emberek. Aztán ennyi. Na jó, szerintem ennyi lett volna az a kis videó, majd még biztos, hogy jelentkezem ebben az évben. És mindenkinek előre is boldog új évet kívánok minden kedves nézőnek, és érezzétek jó magatokat, és sok sikert kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet, legyetek jók, és sziasztok!